Enteriőr részletek, azaz szép szoba és konyha, régi iskolai tanterem és textilkiállítás, mezőgazdasági eszközök, a disznóvágáshoz, a kenyérsütéshez, valamint a gyapjú, len és kenderfonáshoz kapcsolódó tárgyak. Sváb, felvidéki magyar és erdélyi örökség mindaz, ami a helytörténeti gyűjtemény épületében várja a látogatókat Villányban. Maga az épület a múlt század elején épült, mindig közfeladatokat látott el. Először bankként működött itt Villány településen, majd lett csendőrség, később áfészíroda, és a 80-as évek vége felé itt működött a könyvtár, ahol 20 éven keresztül fogadtam az olvasókat, olvasni vágyókat. Még ebben az időszakban kerültek ide a hajdani Villánykövesdi iskolában megőrzött tárgyak, melyekből iskola történeti kiállítás nyílt. Az 1800-as évek végétől 1960-as évekig megtalálható itt anyakönyvi kivonatok, mulasztási naplók. Majd ide került, itatós papírral szépen szárogattam őket, és még a könyvtár pályafutása alatt, mikor még itt működött, már akkor be lett rendezve ez a kis helység iskolai múzeumnak. Itt látható különböző tankönyvek, szintén az 1800-as évek végétől, inkább német ajkú tanulók könyveit láthatjuk, hiszen akkor inkább németül beszéltek, mert akkor sokkal több német nemzetiség élt itt. Aztán ugye az volt ezzel a cél, könyvtár, iskola, és hogy a gyerekek, hogyha jönnek, betekintést nyerhessenek, egy nagyon régi osztályteremet láthassanak, és belevapozhassanak ezekbe a régi könyvekbe, hogy vajon mit is tanultak annó annak idején. Az iskolatörténeti kiállítás a leghátsó helyiségben maradt. Elől a Harsányhegyi csata emlékére rendezett tárlat látható, mely Molnár Tamás gyűjtése. A nagy teremben pedig minden egyéb, ami a sváb, a felvidéki és az erdélyi származású lakosság élettere volt. A történetünk körülbelül 10-15 évvel ezelőtt kezdődött, amikor elhatározták barátaink, hogy létrehoznak egy tájházat. Sajnos ennek sok gyűjtés után nem jött össze, nem sikerült, és 2019-ben, amikor megalakult az új képviselőtestület, akkor elhatároztuk, hogy megpróbálkozunk, és hát ha sikerül létrehozni egy tájházat. Mindenki mellénk állt, megkerestük a képviselőtestületet, és segítséget nyújtanak mindenben, azt ígérték, és akkor elkezdtük a gyűjtögetést. Előszedtük a pincékből, kamrákból, iskola szuterényéből azokat a tárgyakat, amiket itt lehet látni. Tisztogattuk, rendbetettük, és próbálkoztunk a további gyűjtéssel. Ez egy tipikus villányi viselet. Tehát ilyen szabásúak voltak a villányi fiatalabb lányok egész mondjuk ugye a középkorig, az asszonyok blúzai, ott lehet is ilyet látni a mennyasszony mellett azon a képen is. A faluban élt egész életében, az általános iskolában tanított is egy festőművész, akiknek többek között azt is köszönhetjük, hogy ők a feleségével kezdték el a gyűjteményt, 70-es években, tehát az általános iskolában, egy ilyen helyismereti, helytörténeti szakkör keretén belül. Látogatható is volt ezek a gyűjtemény sokáig. És hát az ő festményeiből is, tehát őnek is helyet szorítottunk itt a nagy helyiségben. Az a gyűjtemény, amit, ahogy említettem, a tanár úr és a felesége gyűjtött, onnan textiliát nem tudtunk megmenteni, azt mindent a moly szétrágott. Aztán volt egy kezdemény, egy polgári körös édesanyja és a fia a saját garázsukban kezdtek gyűjteni, mert hát, ha lesz egyszer egy tájház a Villánynak, vagy valami gyűjteménye. Önálluk voltak már ilyen ágyterítők, ágyneműk, falvédők, hát ruhára nem is én emlékszek. A mezőgazdasági tárgyakból nagyon-nagyon sokat, tehát volt, amiből három volt, természetesen legjobbat kiválasztottuk, az került ide kiállításra, a többit, meg amit nem tudtunk kitenni, mert olyan nagy, na ez mázsáló mérleg, hát hova tegyünk ide ebbe a helyiségbe, azok mindegy
egy másik épületben tárolásra kerültek. Tehát ezeket nagyon át kellett válogatni, le kellett kezelni, már amennyire le lehetett kezelni őket. Ahogy említettem, a textiliákból, a ruhákból. A ruhákból szinte nem volt semmi, az mind személyes gyűjtés eredményeként került ide. Nem is tudom, hogy álmodtunk-e, hogy ilyen lesz, mert nem tudtuk. Szóval, amikor úgy neki kezdtünk, akkor hát van ez az egy helység, ebből kellene valamit kihozni. És akkor jöttek ötletek, volt olyan segítségünk, például a Kanász Imre a szomszéd településen, ő már 10 vagy nem tudom hány éve gyűjtöget, és hatalmas hely történeti gyűjteménye van Nagyhalsányból. Ő is itt volt, és ő is javasolt dolgokat, meg mi mentünk el múzeumokba, tájházakba körülnézni, hogy ott hogy állították ki a dolgokat. Tanácsot kértünk, mit csináljunk, hogy tegyük. Ugye a sok textiliát, hogy tegyük ide ki, akkor jött az ötlet, hogy ide két ilyen álfalat be kellene tenni, és erre akkor ki lehet tenni tényleg sok mindent, amit azért adtak az emberek, hogy kitegyük, nem azért, hogy be a szekrénybe is nálunk is, csak a szekrény mélyen legyen. És akkor, ahogy így haladtunk előre, sok vita után, mert tényleg nem egyikünk sem ilyen család volt. A mi hármunk közül egyikünk sem ilyen házból jött, nem ilyen házban nőtt föl, valamint nem sváb berendezett paraszti házban. És a könyvekből, a prospektusokból, a látott múzeumokból tudtunk meríteni, ahol onnan a tanácsokat kaptuk, illetve nagyon nagy segítséget kaptunk a budaörsi múzeum, Blájer Jakob múzeum munkatársától, Jaszman Gabitól. Ő többször lejött, és tovább lendített bennünket, itt csináljátok, hogy fotóztunk, küldtük, mit szólsz hozzá, jó lesz így, nem sok, kevés. Úgyhogy segítséggel, de aztán végül is azt hiszem, hogy mindannyian megelégedésére mindent, nem mindent, mert mindent nem tudtunk kirakni, de amit nagyon fontosnak tartottunk, azt meg tudjuk mutatni.